10 országban 8 nyelven fogják terjeszteni azt a társas játékot, amelyet egy 3 gyermekes kecskeméti családapa tervezett. Szöllősi Péter Gyümi nevű játékának jogait megvette az egyik legnagyobb társas játék gyártócég, és a hétvégén mutatta be a Nürnbergi Játékfesztiválon. Új készség és memóriafejlesztő játékot talált ki egy 3 gyermekes családapa, Szöllősi Péter. A Gyümi nevű társasjáték jogait eladta a világ egyik legnagyobb társasjáték forgalmazójának. A játék szülőhazája Kecskemét, egyrészt mert itt találták ki, másrészt pedig a híres város gyümölcsei szerepelnek a lapokon. Kecskeméten a Zrínyi Ilona általános iskolában a gyerekek egyik kedvenc játéka a Gyümi, ami jól le tud kötni akár egy egész osztályt is. Ez egy nagyon egyszerű kártyajáték, ez egy családi játék, ahol a gyerekek versenyeznek, hogy kinek jobb a memóriája. 120 lap van egy pakliban, megkeverik a kártyákat, és ahányan játszunk, annyi lapot felfordítva kiteszünk az asztalra. Ezek a dobópaklik, és egyetlen egy húzópaklunk lesz, és a játékosok döntik el, hogy melyikből húznak, mindig a legfelső lapból lapot lehet kihúzni. 6 féle gyümölcs van a játékban, 6 féle szín tulajdonképpen. Ezeket a gyümölcsöket kell gyűjtögetniük. A Gyümi elsősorban 9-12 éves gyerekeket köt le, egyszerű szabályokra épülő gyors versenyjáték, de az alapjáték továbbfejlesztett változata a Gyümi Génius akár nagyobbaknak is jó szórakozást biztosít. A Gyümit Nürnbergben a játékfesztiválon is bemutatták a hétvégén. Hát úgy tudom, hogy egy normál fogadtatásban részesült, újabb országok is jelentkeztek, hogy szeretnének a Gyümiből, ami kapott egy nemzetközi nevet most már. Ez egy Gyümi csak Magyarországon jön ki tulajdonképpen ilyen kedvesen és viccesen. És megjelenik, 10 országban fog megjelenni a következő hetekben, 8 nyelven, és még a Nürnbergi Fesztiválon még hozzácsatlakozott 1-2 ország a mostani országokhoz is. Magyarországon egyébként már 2 éve árulják a játékot, mintegy 3000 darab fogyott belőle. Szöllősi Péternek további játékötletei is vannak, évente 2-3 játékot szeretne kiadni a jövőben, de ezekről a tervekről még többet nem árulhatott el.